A magyar haderőt képessé kell tenni arra, hogy reagáljon a 21. század biztonsági kihívásaira. Magyarország a NATO alapszabályainak megfelelően fokozatosan a GDP 2%-ának megfelelő mértékre emeli a védelmi költségek fedezésére szolgáló forrásokat, a 2024-es költségvetés pedig szintén meghatározó az ország védelme. És most kapcsoljuk Szalai Bobrovicki Kristóf honvédelmi minisztert. Jó estét kívánok, köszöntöm Önt! Jó estét kívánok, üdvözlöm a hírtévé nézőit. Nagyon fontos korszakváltás történt a haderőnél, ön azt mondta, hogy minden képességét megreformálják, megújítják, fejlesztik, ugye ezt mondta korábban Szolnokon a Magyar Honvédség új típusú helikoptereinek átadását. Milyen lépésekből, milyen fokozatokból áll ez, hiszen azért hosszú út áll még a magyar haderő előtt? Mindannyiunk érdeke, hogy a magyar haderő megújuljon, hiszen a szomszédunkban egy olyan 20. századi típusú háború tört ki, amire igazából senki nem számított, és szükségünk van arra, hogy a magyar haderő ehhez viszonyulva egy új szerkezetben, egy megújult szellemiséggel és egy nyilvánvalóan átalakult a korábbi szovjet eszközpartot fölváltó NATO-kompatibilis fegyverrendszerrel tudjon a kihívásokkal szembenézni, és mindenkor a magyar emberek biztonságát és békéjét garantálni. És hogyan alakul, vagy egyébként, hogy milyen lépések vannak még ugye az Irinyi 2026 haderőfejlesztési programnak, mik a legfontosabb feladatai, mert ugye a fegyverbeszerzés és a fegyvergyártás az egy dolog, de a haderőfejlesztés egy rendkívül komplex, hosszú folyamat. Mik ezeknek a legfontosabb lépései? Leggyakrabban a haderőfejlesztés eszköz oldaláról beszélünk, ez nagyon fontos, hisz ami a katona kezében van, avval tudja védeni az országot. Itt egy nehéz dandár kiépítése áll előttünk, ez elindult, ennek a határideje 2028, legkésőbb 2030, a teljes szárazföldi eszközparkunk új lesz. Részben ezek már meg is érkeztek, ebben az évben kompletté vált a tüzérségünk az önjáró lövegekkel, és néhány héten belül megérkeznek a Leopárdok legfejlettebb változatai, az a kifejezetten magyar haderő igényére összeállított konfigurációjú Leopárd harckocsi, amely jelenleg a világ legfejlettebb harckocsijának tekinthető, és folyamatosan fognak érkezni a Lynx, vagy magyarul Hughes-nak nevezett gyalogsági páncélozott harcjárművek, amelyek a zalaegerszegi Rheinmetall közös gyárunkban kerülnek előállításra, és augusztusban meg is fogjuk nyitni ezt a gyárat, amely már most a kezdeti munkálatait elkezdte. Még hosszan folytathatnám azokat az eszközöket, ami a szárazföldi képességeket jelentik, de a légierő legalább ilyen megújuláson megy keresztül. Szállító repülőgépek érkeznek, könnyű kiképző repülőgépek érkeznek, és a héten vettem át a vezérkari főnök úrral közösen az új Airbus flottánkat, 225-ös Airbus flottánk első elemeit. De nagyon fontos, hogy ezek az eddigi évek előrelátó munkájának termékei és megkötött szerződésekből beérkező eszközök. Azonban ez folytatódik, újabb szerződéseket is kötünk. Ezen a héten jelentettem be, hogy úgynevezett kamikáze drónokra kötöttünk szerződést. Ezek olyan a legmodernebb csúcs technológiát megtestesítő eszközök, amelyek a drón technológiát és a robbanó fejeket kombinálják. Nagy precizitású, pontos csúcs technológiát jelentő eszközök, amelyekből nagy számban fogunk most vásárolni, és a következő években ez is integrálódik a magyar haderő eszközoldali fejlesztésébe. Ez a következő évek alatt szépen fölépül ez az oldal. És hát természetesen, ahogy ő is mondta, emellett a szervezeti kérdéseket is, és a haderő harci szellemét is javítanunk kell. És ez a pontosan, hogyha a katonákra gondolunk, hogy nagyon-nagyon nagy ütemben folyik a toborzás, rengeteg plakátot lehet látni. Hogy látja, mennyire vonzó a katonai pálya, hogyan tudja megszólítani a fiatalokat, hogyan tudja, aki már ott van a haderőnél, további képzésekre, további oktatásokra serkenteni, pontosan azért, hogy lépést tartson, azért ezek nagyon bonyolult technikai háttérrel rendelkező eszközök. Rengeteg a tanulnivaló ezek szerint, nem?
Igen, most már két komponensű haderőről beszélhetünk. Egyrészt a hivatásos haderőről, amely magas technológiai színvonalú eszközöket alkalmaz, döntően hivatásos katonákkal az országban támaszpontszerűen elhelyezkedve, és a tartalékos haderőről, amely egyébként nagy siker az elmúlt években, nagyon sok fiatal lépett be a haderőbe a tartalékos rendszeren keresztül. Nem utolsó sorban annak a pontkedvezménynek köszönhetően, amely az önkéntes katonai szolgálathoz felvételi pontokat ad, ami most talán aktuális is, azok, akik nem oda vagy nem akkor kaptak felvételt, amikor szerettek volna, a következő év során például könnyen, gyorsan és egy nagyon rugalmas módon tudnak az önkéntes katonai szolgálat, ez a tartalékosságnak egy fajtája, csatlakozni a haderőhöz. A tartalékosokat pedig egy területvédelmi koncepcióba szervezve fogjuk kiegészíteni vele a hivatásos haderőt, ami az egész országot lefedi kapilláris szerűen, hagyományos felszereléssel, de kiváló kiképzéssel, a helyi tudást, helyi képességeket fogjuk beépíteni a haderőbe, és így válik az a szervezeti megújítás is egészé, amiről akkor beszélek, amikor a haderő megújításának szervezeti oldaláról beszélek. És pontosan milyen biztonsági kihívásokra készítik fel a haderőt, hiszen azt látjuk a szomszédban zajló háború miatt, hogy annyira gyorsan változik a világ, és annyira gyorsan változnak a biztonsági kihívások is, hogy ennek erre folyamatosan képezni kell, és ezekre a változásokra folyamatosan fel kell készíteni a haderőt. Melyek ezek a kihívások? A magyar haderő szerepvállalása rendkívül komplex és összetett, hisz ne feledjük el, hogy nem pusztán határaink védelme, amely a legfontosabb természetesen a feladatunk, de a NATO, mint a legnagyobb és legsikeresebb védelmi szövetségi rendszer, amelynek mi is a tagjai vagyunk, a NATO-ból is fakadnak feladatok és kötelezettségek számunkra. Több nemzeti harccsoport állt föl a háború eredményeképpen a keleti határunkon, és NATO több nemzeti hadosztályparancsnokságban Székesfehérváron. Emellett a magyar haderő hivatásos része néhány tartalékossal kiegészülve egyébként részt vesz számtalan misszióban, ilyen például a légierő tekintetében a balti légtérvédelem, és jövőre az EUFOR Altea parancsnoki pozícióját is el fogjuk nyerni, és az ott jelenlévő katonáink pedig a bosznia-hercegovinai helyzetben tudnak helytállni. De jelen vagyunk Irakban is, és kiemelt figyelemmel követjük a száheli eseményeket is, amely szintén a magyar emberek biztonságának, ha nem is közvetlen, de közvetett módon rendkívül fontos területe. És akkor ki kell emelnem azt is, hogy miközben a világon ilyen formában jelen vagyunk NATO szövetségben vagy Európai Uniós szövetségben, mi végül is Magyarországot, mert a békéhez erő kell, egy területvédelmi koncepcióban a honvédelemre, a hazavédelmére kell, hogy felkészítsük. Ebben a tekintetben van a területvédelemnek nagy jelentősége, hiszen minden sarkot, minden szegletet ismernünk kell, minden utat, hidat, minden járást, mindent, ami a haza esetleges védelméhez szükséges, azt a területvédelemnek kell majd biztosítania. Most csak felvillanásszerűen mondtam el azt a néhány aspektust, ami a haderő működésének komplexitását jelenti. Egy gyors utolsó kérdés, még a NATO-n belül milyen visszhangja van a magyar haderőfejlesztésnek? Hogyan látják a NATO tagállamok, amelyek azért sokkal komolyabb hadsereggel, haderővel rendelkeznek, hogy milyen fejlődése, milyen fejlesztésen megy át a magyar haderő? Mit szólnak hozzá? Magyarország ezzel az évvel belépett abba az elit klubba, ami azon országokat tömöríti, amely elérte már a nemzeti össztermék 2%-os szintjét védelmi költségek tekintetében, és ezt már a jövő évi költségvetésünk is garantálja. Ezt még nagy országok sem tudják mind tartani, és ezen belül a fejlesztések aránya pedig a magyar haderő tekintetében 30-40%-os legalább évről évre. Tehát ez mindenképpen egy nagyon komoly kiállást és magabiztos fellépés jelent számunkra a NATO-ban is, ami a nemzetközi missziókban való részvétellel, amikre az előbb utaltam, kiegészítve Magyarországnak egy fontos szerepet szán, annál is inkább, hiszen a vilniuszi csúcs eredményeképpen létrejött új védelmi berendezkedésben Magyarország földrajzi helyzete miatt is megkerülhetetlen jelentőségű, és a haderőfejlesztésünk üteme és mérete miatt is fontos szereplő. Tehát ez a rendszer, amit most itt igyekeztem gyorsan körülírni, ez elhelyez minket a NATO-n belül egy nagyon előkelő helyre. Miniszter úr, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.